Folyamatosan előkerülnek egy-egy sztorik ugye a franciaországi Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Összegezve, tehát tényleg azt látom rajtuk, akár például Szalai Ádámot is említve, aki tényleg nagyon sok mérkőzést és sok mindent átélt, hogy élete egyik fénypontja volt. Úgyhogy, és ugye ennek meg még nagyobb specialitása van, hogy hazai pályán játszhatunk két mérkőzést. Én is emlékszek, hogy milyen hangulat volt Magyarországon, amikor az előző EB-n játszott a csapat, és ugye nem voltam ott Budapesten a nagy banzáj közepette, de tényleg vidéken is, de akár Debrecenben is nagy kivetítők előtt rengeteg néző volt, úgyhogy szerintem ez idén ez meghatványozottan igaz lesz. Én is úgy vagyok vele most itt a második előtt, hogy még mindig nem tudom elképzelni, hogy most mi vár ránk. Ugye akkor sem tudtam elképzelni, aztán ugye belecsöppentünk, ez egy felejthetetlen élmény volt, soha nem fogom elfelejteni, de most, hogy így hazai pályán játszunk két meccset, azt gondolom, hogy még nagyobb bomba lesz, ahogy te mondtad, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mi következik a következő hetekben. Megmondom őszintén, még nézőként se voltam olyan meccsen, ahol ennyi ember lett volna. Talán a Ferencváros elleni meccsünk a DVSC-ben, amikor visszatértek a szurkolók, akkor volt, hogy 20 ezer ember teltház volt, és tényleg óriási hangulat volt. Vagy amikor a Torinóval játszottunk Debrecenben, az is teltház volt Debrecenben. Ez a két mérkőzést játszottam, ami a legnagyobb hangulatú volt. Ez az egy dolog, amit sajnálok a szezonomban, hiszen Törökországban is nagyon jó hangulat lett volna, több mérkőzésen is. Itt a válogatottban meg főleg, akár tényleg az izlandi meccs, vagy tényleg a törökök elleni, amikor sikerült gólt szereznem, úgyhogy ezt is külön várom, hogy milyen lesz így játszani. Azt hittem, hogy több lehetőségem nem lesz. Hát ezt tavaly megcáfoltuk, úgyhogy remélem, hogy lesz lehetőségem újra pályára lépni, és még egy meccset legalább játszani Európa-bajnokságon, úgyhogy ezért dolgozok minden nap. A stábnak megmutassam, hogy jó formában vagyok, 100%-os vagyok, úgyhogy örülök, hogy egészséges lehetek, és újra itt lehetek a csapatban.